A mostani videóban azt fogjuk megnézni, hogy melyek a demencia, a memóriaromlás korai jelei, és mit tehetünk azért, hogy megelőzzük. Szeretettel köszöntök mindenkit! Először nézzük meg azt a 7 leggyakoribb tünetet, amely jelzi a korai demenciát, majd ezt követően azokat a kiegészítő ételeket, táplálékokat, vitaminokat, amelyek segíthetnek a folyamatok visszaszorításában. A felsorolt jelenségek és tünetek közül, ha csak ritkán mondjuk havonta jelentkezik egy-egy, az még nem jelent demenciát, viszont ha több is előfordul gyakran, az már mindenképpen jelezheti a problémát. Az első jelenség a tervezési és a szervezési nehézségek megjelenése az életünkben, azaz nagyon nehezen látjuk át a dolgokat, nehezen tudjuk megtervezni a napunkat, nehezen tudjuk megszervezni az életünket. A koncentráció romlása szintén előjele a memória romlásnak. Az aktuális koncentrációs képességünket össze tudjuk hasonlítani egy korábbi időszakkal, amikor jobban oda tudtunk figyelni a körülöttünk lévő eseményekre. A harmadik a gyakori vagy állandó székrekedés. Természetesen székrekedés sok mindentől lehet, de bármi is legyen az oka, kisebb vagy nagyobb mértékben összefüggésben van a memória romlással. A bélrendszerünk a második agyunk, az agytól független önálló döntéseket tud hozni, és az is kijelenthető, hogy inkább a beleink irányítják és vezérlik az agyat, és nem fordítva. Alzheimeres és Parkinsonos betegeknél a székrekedés sokkal nagyobb arányban fordul elő, mint másoknál. A negyedik az érzékszervi diszfunkció, tehát szaglásromlás, hallásromlás, látásromlás. Az ötödik a beszélgetések során a szavak keresése, a szavak összekeverése és az ismételgetés. Gyakran előfordul, hogy nem találjuk a megfelelő szót, gyakran elismételjük ugyanazokat a szavakat, mondatokat a beszélgetés során, illetve felcseréljük néha a szavakat a mondatokban. A következő a tájékozódási képesség romlása ismeretlen helyen, tehát mondjuk egy olyan helyen járunk, ahol még nem jártunk, és hosszabb ideig sem találjuk meg azt a helyet, vagy azt a tárgyat, amit keresünk. Az agyunkban van egy GPS, ami segít abban, hogy lokalizáljuk magunkat a térben, és ezt a belső agyi GPS-t ugyanaz az agyi terület vezérli, amelyik a memóriáért is felelős. A személyiségünkben és a viselkedésünkben bekövetkező gyors, hirtelen, ok nélküli változások kapcsolatban vannak a memóriaromlással. Például amikor valaki hirtelen ok nélkül gyanakvó lesz, vagy zavarodottságot mutat, vagy visszahúzódóvá válik. Ha vissza szeretnénk fordítani a folyamatokat, a székrekedésnél elmondottakból következik az első lényeges lépés, a bélrendszert, az emésztést rendbe kell tenni, a székrekedést meg kell szüntetni, a bélflórát rendbe kell állítani. Alzheimeres és Parkinsonos betegeknél a bélbaktériumok nem elég diverzifikáltak, tehát kevés baktériumtörzs van és általában gyulladás is van a bélrendszerben. A bélflóra és a bélrendszer rendbetételéhez a legfontosabb eszközök a kezünkben a bőjtölés, a probiotikus ételek napi szintű fogyasztása, sok különböző fajta zöldségnek a bevitele, a kollagén alkalmazása és az ásványanyag, illetve nyomelem pótlás. Itt fontos megemlíteni még a glutént is. A demenciában szenvedő betegektől, ha megvonjuk a glutént és úgy általában a gabonaféléket, nagy esélye jelentős javulás áll be az agyi folyamatokban. A hipokampusz a memóriáért felelős legfőbb agyi rész hanyatlásáért, jelentős mértékben a B1 vitamin hiánya a felelős, ami csökkenhet a sok alkoholfogyasztását, illetve a sok szénhidráttól is. Minél több tésztát, rizst, kenyeret, kukoricát, burgonyát, cukrot, édességet, süteményt, stb. Fogyasztunk, annál inkább nő a testünk B1 igénye. A B1 természetes pótlásához a sörélesztő az egyik legjobb étel. A tiszta mélypempő a természet szinte egyetlen olyan ember által is fogyasztható ételforrása, amely természetes acetilkolint tartalmaz. Az acetilkolin kritikus szerepet játszik az emlék kialakításában, a koncentrációs képesség és a logikus érvelés terén, irányítja az információk feldolgozását, az éhség és szomjúságérzetet és az olyan szellemi teljesítményeket, mint a kritikai képesség. Mélypempő esetén tiszta mélypempőt alkalmazzunk, tehát ne a kapszulázott szállított verziót. Az MCT olaj egy nagyon jó energiaforrás, nem kell bonyolult átalakítási folyamatokon átmennie, hogy energiát nyerjen a testünk belőle. Ketonokká alakul a szervezetünkben. Az agyunkat cukor helyett a ketonokat előnyben részesíteni. Tehát ha az MCT olaj fogyasztásával lényegében egy sokkal jobb energiaforrás biztosítunk az agysejteknek, ami
az agy hatékonyabb működését eredményezi hosszú távon. A ginkgo biloba javítja az agy vérellátását, ami memóriajavulást és a kognitív funkciók gyorsulását, tehát gyorsabb és hatékonyabb gondolkodást eredményezhet. És végül a sünggomba, ez a gomba regenerálni tudja az idegeket, és stimulálja az idegi növekedési faktor, ez az NGF-nek a szintézisét, így ösztönözve van az új idegsejtek keletkezése az agyban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.